Szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt, ez a Csendes Percek. Én Isten igéjéből szeretnék bátorítani mindenkit, abból az igéből, amiről azt mondja Jézus, hogy az én beszédem élő és ható, és kívánom, ahogy hallgatod ezt az igét, ahogy bennem él, benned is éljen, a szívedbe is éljen, hason a gondolkozásodra, az életedre, építsen téged és segítsen téged. A Máté evangéliuma, a 11. rész, 28. versét fogom olvasni, Jézusnak a szavai ezek, amelyek nagyon ismertek és nagyon bátorítóak. Így szól Isten igéje. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nagyon szeretem az evangéliumból, azokat az igéket, amelyek cselekvésre ösztönöznek. Én az én személyiségemből adódóan is egy aktív ember vagyok, nem szeretem a túl hosszú passzív időszakokat, de az Isten igéje is nagyon gyakran bátorít bennünket aktivitásra. És ebben az igén keresztül is szeretnének bátorítani arra, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Mikor? Amikor terheket hordozunk és megfáradunk. Azt szeretném kérdezni, hogy te kihez mész, amikor megterhelődsz? Kihez mész akkor, amikor megfáradsz? Mert mindegyikünk életében vannak nehezebb időszakok, vannak terheltebb időszakok, és vannak fárasztó időszakok. Jézus azt mondja, hogy gyere hozzám. Mert sokszor Kialakulhatnak rossz szokások az életünkbe, fáradt időszakban bekapcsoljuk a tévét, barangolunk az interneten, vagy különféle szokásoknak, némelyek szenvedélyeknek, alkoholnak, meg sok mindenhez fordulnak, egy kicsit feloldásért. De az tapasztalatból, Tudom, az emberek életéből, hogy az igazi feloldás csak Jézus Krisztusnál van. Ezért erre bátorít bennünket, hogy jöjjetek én hozzám, legyetek velem közösségbe, kapcsolódjatok hozzám, az imán keresztül, az Isten igényen keresztül. És hogyha kapcsolódsz hozzám, akkor mi lesz ennek a gyümölcse? Hogy a te fáradtságod elkezd megváltozni. A, a terhek elkezdenek feloldódni, és egy olyan mennyei nyugalom tölt be téged, amit nem tud semmi mást megadni ebben az életben. Nagyon sok hamisítvány van erre a mennyei nyugalomra, a salomra, az Istennek a békességére. És tudom az, hogy a kábítószer, különféle szerek, meg tevékenységek tudnak átmeneti, pillanatnyi békességet adni a felszínen. De az, amit Jézus Krisztus ad, az az egész személyiséget áthatja, és az megelégíti az emberi lelket. Úgyhogy erre bátorítalak a mai nap folyamán, hogy jöjj én hozzám, gyakorold azt, hogy amikor megfáradsz, megterhelődsz, Jézus Krisztushoz menjél, és ne különféle pótselekvések, töltsék be az életedet. Vannak időszakok, amikor elfáradunk a munkánkba, elfáradunk érzelmileg, lelkileg, elfáradunk a terhek hordozásában. És valóságos megnyugvás, valóságos békesség, rekreáció, helyreállítás tud történni a Jézus Krisztussal való kapcsolatban. És erre bátorítalak, hogy gyakorold ezt tudatosan a fáradt, megterhelődött időszakban. Viszont a Biblia azért arra is bátorít, hogy ne vegyünk fel mindenféle terhet. Vannak terhek, amiket hordoznunk kell. A, a mindennapi életnek, a családnak, a házasságnak a megélhetés gondjai egy bizonyos szempontból úgy rá a vállunkra. De vannak olyan terhek, amiről, amiről az igaz mondja, hogy semmiféle terhet ne hordozatok. Ezek olyan ördögi igák, megterhelések, amelyek elszívják az energiánkat. Tehát figyelj oda arra, hogy milyen terhet hordozol. Ne hordoz például a harag, a megbocsájtatlanságnak a terhét. Ne hordoz olyan a gondnak a terhét mert azt tovább kell adnunk az Istennek. Úgyhogy bátorítok mindenkit ezzel a gyönyörű igével, hogy engedelmeskedjünk ennek. Jöjjetek én hozzám, mondja Jézus. Mindenki, ez egy egyetemes hívás. Különösen mikor, amikor meg vagy fáradva, és meg vagy terhelve. És meg fogod tapasztalni azt a mennyei békességet, a salomot, ami föloldja, fölfrissíti a te életedet, a megfáradásodat, ezt így fogalmazza az igaz, hogy megújítja a te ifjúságodat, megújítja a te testedet, lelkedet, szellemedet, és föloldja a te terheidet. Legyen egy áldott napotok, és bátra menjetek Jézushoz rendszeresen. Isten áldjon meg!